Meg, ezt megmondom neki. Meg tudom mondani. Meg tudom mondani. Kíváncsi vagy rá, ugye? Meg az meglep egyébként, hogy rá lehet keresni. Tehát rá lehet keresni, kidobja. Kidobja. Mert ez ilyen adatérmény kérdés. Nem, a nemes direktoriumban benne van. A Vidás Bea, Kántor Barbor, a Lázár Imre, Lüthi László. Nem fizetted a tagdíjat. Jó, nagyon szépen köszönjük, lassan oszlásnak indult hajlan erős magyar. Tehát én azt gondolom, hogy köszönjük. Végtelenül rövid zárszót mondanék. Nem végtelenül. Ugye a rövid zárszónak annyi a lényege, hogy a Bugyi a Homo Academicusban ír egy sajátos vonásával az akadémiai világnak, hogy miszerint, hogy minden más közeg, minden más értelmiségi közeg, az valamilyen módon rejtőzködik. Magyarán, hogy azt mondja, hogy a orvosok azok a betegekért vannak, a mérnökök az építkezésre, stb. És ez az akadémiai világ alkalmas arra, vagy az akadémiai világ belső normarendszerében van magas értéke az analízisnek. De folytatja a gondolatmenetet, csak hogy ennek ugye alapvetően az az oka, hogy azt mutatjuk fel ezzel a világnak, hogy mi milyen különleges emberek vagyunk szemben másokkal, mert mi leleplezzük önmagunkat. Csak hogy itt jut, mondja Bourdieu a érvelés egy végtelen regresszusba, mert azzal mondja Bourdieu, hogy én most itt leírom, mint az akadémiai tudás képviselője, hogy az akadémiai tudás képviselői ezzel valójában azt akarják bemutatni, hogy ők magasabb rendűek, ezzel még inkább magasabb rendűnek mutatom magamat, és itt ilyen értelemben ilyen végtelen regresszusba jut a dolog. Magyarán minél inkább próbáljuk elemezni magunkat, annál inkább rejtegetünk valamit. Na most ennek a fölismerésnek a bázisán jutottunk oda, hogy noha hát írtunk minden tudományágról sok objektív jelzés mellett ilyen-olyan kisebb vagy hosszabb összefoglalókat a nagy kutatásunk számára, de mindegy elméletileg, legalábbis én elméletileg úgy gondoltam, hogy Viktor meg beletörődött, hogy úgy sem lehet, tehát úgy is képtelenek vagyunk arra, hogy egy igazán tárgyilagos, igazán mindenoldalú anyagot produkáljunk az egyes tudományágak helyzetéről, éppen azért, amit itt az előbb elmondtam. Tehát ha valaki megkérdezi, hogy mi ennek, vagy ezeknek a konferenciáknak a tanulsága, akkor én arra azt mondom, hogy ő maga. Tehát nincs egy végtermék, nem az a cél, hogy le lehessen írni öt sorban, hogy mit tanultunk maga, hanem ez maga ennek a, ha úgy tetszik, a tudományágunk, vagy tudományágatok pontosabban az esetben, hogy mondjam, antropológiai valósága az, ami itt megélhető és megtapasztalható mindannyiunk számára, és mindannyiunk számára, és azt remélem, hogy még lesznek következő hasonló elkövetések, nyilván különféle hát preferencia csoportokkal, akkor azok is jók lesznek erre. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, jártak máskor is. Köszönöm szépen. Köszönöm.
akkor többször előfordul, hogy odaítek hozzá, hogy ez nem így számít. Jó, tehát nem téves a benyomása.